Szevasztok srácok! Ahogy látjátok itt mellettem, a mai alkalommal egy unboxinggal jelentkezem. Jó néhány adással ezelőtt, amikor volt az előző unboxingot, megígértem nektek, hogy amint lesz egy kicsit különlegesebb készlet, azt mindenféleképpen előtetek fogom kibontani, és hát elérkezett az alkalom, törlesztem az ígéretemet. Ez egy igazán különleges készlet, majd mindjárt meg is fogjátok látni, és hogy a címből is sejtetitek, ez egy igazán különleges alkalom, mondjuk lehet, hogy nektek ez annyira nem érdekes, számomra mindenféleképpen, mert ez az első alkalom, amikor ezt a bizonyos szettet nem nekem kellett megvásárolni, hanem a LEGO Magyarország, a LEGO Store Budapest jóvoltából ezt ingyen megkaptam, úgyhogy ezt még mindenféleképpen itt az elején leszeretném tisztázni, sőt minden videó előtt le is fogom tisztázni, amikor bármilyen készletet fogok tőlük kapni, mert remélem majd a közeljövőben is fogok tőlük kapni, ugye? Akkor hát ott el fogom nektek mondani mindenféleképpen, hogy nem megvásárolt készletről van szó, hanem egy általuk biztosított szetről, viszont ez attól függetlenül nem fogja befolyásolni a bemutatónak a mienségét, akkor is el fogom mondani, hogyha valami nem tetszik benne, ugyanúgy, mint előtte is, úgyhogy ez abszolút nem fog befolyásolni, viszont most már bontsuk ki, mert hát szerintem eléggé kíváncsiak lehettek, hogy mi van benne, és hát meg kell, hogy mondjam, kíváncsiak is lehettek. Mivel ez egy olyan készlet, amit még hivatalosan nem is lehet megvásárolni, de ha mindjárt meglátjátok, hogy miről is van szó. Hát a készlet hatalmas, azt ugye nem kell mondanom, hisz látjátok. Viszont, hogy mennyire hatalmas és hogy mennyire különleges, azután... Az igen. Tehát... Mindjárt fogjátok látni, hogy miért örülök ennyire. Először is jó nehéz, az tuti. Voilà! Jól látjátok, ez a frissen, hát még meg sem jelent, Lamborghini Sian FKP37-es Technic változata, és ahogy látjátok is a dobozon, teljesen más dobozdizájnt kapott, mint a eddig jól megszokott LEGO készletek, mert ugye itt a fő oldala, ahogy látjátok, mivel ez itt a fő oldala, annak a bizonyos Lamborghininak a sziluettjeit formázza, sőt még a tetejére kicsit így be van így domborítva az egész doboz, szóval így ilyen, van egy ilyen kis domború felülete itt a Lamborghini logónak, hát ez méletlenül szexi, viszont a hátulján látjátok, hogy hát ez megkapta ugyanazt a dizájnt, mint amit eddig is jól ismertünk, csak ez most a hátulján szerepel. Hát szó se jutok, főleg azért, hogy mondom, lehet, hogy a számotokra nem annyira nagy újdonság, de ezt nektek köszönhetően értem el, hogy hát ezt a hatalmas és igen drága készletet nem nekem kellett megvásárolni, úgyhogy tényleg mindenféleképpen meg szeretném köszönni, főleg nektek, hogy hát azért nézitek a csatornát is, ezáltal felfigyelt rám a LEGO Store Budapest, a másik pedig hát nekik nagyon szépen köszönöm még egyszer, bár már szerintem egy párszor elmondtam nekik hát az e-mailek folyamán is, de igazából nem tudok elégszer győzködni, hogy hát csak nézzetek rá, ez úristen mekkora készlet. És még a tetejére, hogy itt az oldalán látható a Lamborghininek a hátsó része is, a segge, aminek így őszintén megvalva eredeti verziójában, mármint az eredeti Sziánnak, annyira nem tetszik, sokkal jobban tetszenek a Aventadornak a hátsó részei. Viszont ez a dobozdizájn egyszerűen megvet, és még a tetejére tudjátok nagyon jól, hogy aggódtam is, amikor még csak szivárogtak képek róla, hogy nem azt a Lamborghini féle libafos zöldet kapta meg, aminek eredetileg is a bemutatóján volt az autónak, hanem megkapta ezt a szép lime, kiwi, akármilyen színű zöldet, szerintem ebben a verzióban sokkal jobban néz ki, bár ugye még nem láttam magát az autót, hát élőben. Viszont ez hamarosan meg fog változni, a következő keddi bemutatóban mindenféleképpen ezzel fogtok találkozni, ami hát már csak két nap, úgyhogy mindenféleképpen, hogyha kíváncsiak vagytok erre a hatalmas 3696 darabos készletre, amit egyébként ugyanúgy ebből a 18 pluszos vonalból került ki, akkor mindenféleképpen tudjátok, a keddi videóban gyertek vissza, szokásos keddi 2 órás kezdéssel, hát találkozni fogunk ott. Addig is jók legyetek srácok, találkozunk a következő videóban, sziasztok!